Egyelőre még csak építési területtel találkozhatnak az egykori főbejárat helyén azok, akik felkeresik a nyíregyházi állatparkot. Hamarosan azonban ez a látvány fogadja majd a vendégeket. Jövő márciusra egy új látogatócentrumon keresztül vezet az út az állatparkba. Az új főbejárat a látogatók modern és kényelmes körülmények között történő fogadását teszi lehetővé, zavartalanná válik a nagy létszámú csoportok fogadása, nő a bejárat áteresztő képessége, csökken a zsúfoltság és a torlódás veszélye. De a látogatóközpont nem csak egyszerű kapuként, hanem turisztikai vezérpontként is szolgál majd. Az állatpark a város és a megye látnivalói között segít eligazodni. Ezen kívül egy látványfókamedence és egy hópáruc kifutó is helyet kap majd benne. Egy nagyon összetett dolog még ez a látogatócentrum, mert nagyon látványos, beléptető csarnoka lesz ez a parknak, ahol egy pici múzeum is megjelenik a múltunkról, illetve ide csatlakozik a bővítéshez egy új fókamedence, amit egy ilyen panoráma üvegen keresztül lehet majd nézni. És mindehhez, az egészhez pedig párosul a Hópárduc kifutó, ami egy különleges és nagyon szép nagy macska tenyésztését szolgálja majd itt a Nyíregyházi Állatparkban. Az új látogatócentrum közel 380 millió forintból épül meg. Ez a beruházás, illetve az állatparkban nemrég elkezdődött Pangea Ökocentrum és szálloda építése egy nagyobb fejlesztési csomag részét képezi. A Nyíregyházi Állatpark tavaly elnyerte Európa legjobb állatparkja címet, ez kötelezés bennünket, meg lehetőségeket is nyitott. A lehetőséggel először úgy éltünk, hogy a kormányzathoz benyújtottunk egy 6,7 milliárdos fejlesztési csomagot, amit jóvá is hagyott. Ennek két eleme már folyamatban van, a Pangea Ökocentrum, ami ugye egy szálláshely, egy nagyon egyedi hotel, tematikus hotel, képzések, találkozók, konferenciák színhelye is lehet. Ez pedig a bejárata, nem csak az állatkertnek, egész Ostor gyógyfürdőnek is egy turisztikai fogadópontja lesz. A Nyíregyházi Állatpark a megye és a térség turisztikai zászlós hajója is. A mostani beruházás jól illeszkedik a megyei fejlesztések sorába is. Hogyha a turisztikai desztinációkat nézem, akkor most egy nagy fejlesztés van topos programból, ami a megyét érinti. Ugye van a Nyíri mezőség, a Rétköz, a Szatmárberegi rész, a Délnyírség fejlesztése, és szeretnénk azt, hogy ez egy egységes koncepcióba illeszkedjen, ne pontszerű fejlesztés legyen. Itt a Tiszapart fejlesztése, tulajdonképpen ami nagyon fontos, a templomok fejlesztése, és mindaz, ami ide vonza a turistákat. A Nyíregyházi Állatpark fejlesztése és a Sóstón épülő két új szálloda nagyban hozzájárulhat ahhoz is, hogy a városban eltöltött vendégészakák száma nőjön, illetve a megye és Nyíregyháza turizmusa erősödjön, hangzott el az eseményen.